Miközben a kormány hazánk szuverenitásáról papol, még az unokáinkat is eladósította és kínai lélegeztetőgépre csatolta Magyarországot. Nem működik az állam, áll a Tisza párt Magyar News Online-hoz megküldött sajtóközleményében. Magyar Péter, a Tisza pártelnökének közleményében úgy fogalmaz. Amikor 14 éve Orbán Viktor átvette a kormányzást, az államadósság 19 ezer milliárd forint volt, jelenleg 55 ezer milliárd forint felett van. Eközben érkezett hazánkba több 10 ezer milliárd forint uniós forrás is. Ha a felvett hitelek és az uniós források jelentős részét nem ellopják az Orbán klán oligarchái, akkor már egy teljesen más Magyarországon élhetnénk. Nem zsírra szállt por lenne a kórházainkban, nem hiányozna 40 ezer ápoló, nem nőnének a kórházi várólisták, nem gyulladnának ki naponta a mozdonyaink, nem késne minden második Intercity. Ha Mészáros és Tiborcz nem harácsolt volna össze 1000 milliárdokat, akkor nem esnének szét a közszolgáltatások, nem kellene több száz vidéki postát bezárni, megszüntetni vasúti szárnyvonalakat, nem építenék le a vidéki szülészeteket és a szakorvosi ellátást. Ha nem a haverok gazdagítása lett volna az elsődleges cél, akkor mindenhol megépülhettek volna a szükséges mobilgátak, kész lenne a mezőgazdaságot ellátó víztározó és csatornarendszer. Ha nem az aljas, hazug, lejárató propagandára szórtak volna el 1000 milliárdokat, akkor minden magyar gyermek színvonalas oktatásban részesülhetne és nem élne 900 ezer nyugdíjas és több százezer gyermek a létminimum alatt. Nem kapnának megalázó bért az ápolók, vízügyesek, ügyészségi, bírósági és rendvédelmi dolgozók, valamint a közalkalmazottak sem. Ha a felvett hiteleket és uniós forrásokat a magyar gazdaság fejlesztésére fordították volna, akkor nem kényszerült volna majd 1 millió honfitársunk külföldre és nem születne ilyen kevés magyar gyermek. A kormány folyamatosan hazánk szuverenitásáról papol, miközben még az unokáinkat is eladósította és kínai lélegeztetőgépre csatolta a magyar gazdaságot. Pont, mint a Kádár rendszerben, amikor szintén elzálogosították a jövőnket, csak akkor legalább a gázszerelő valóban gázszerelő volt, nem egy 1000 milliárdos stróman záró Magyar Péter, a Tisza párt elnökének közleménye. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha tetszett rövid hír összefoglalón kérem, akkor lájkolják, osszák meg barátaikkal is és arra kérem önöket, hogy ha még nem tették meg, akkor kövessék be YouTube csatornánkat. Amennyiben még több hírt szeretnének olvasni, abban az esetben arra kérem önöket, hogy látogassanak el hírportálunkra a www.magyarnews.online-ra. Viszont látásra! Yeah.